There it is. Aaron Szalai is the London 2012 men's sabre Olympic champion. Well, brilliant. He really did come through the semi-final and the final in perfect form. Some of the big favourites have been knocked out earlier on in the competition. And Aaron Szalai from Hungary capitalised on that to take the gold medal. Ezt azért nekem egy picit még gyakorolni kell. Köszöntöm a nézőket. A Café stábja ezúttal a Vasas edzőtermében jár, ahol egy olyan sportoló lesz a vendégem, akinek igazi áttörést hozott a 2012-es év az életébe. Tartsanak velünk! A 2012-es év magyar vívója. A magyar érdemlen tiszti keresztjével is kitüntették. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Szilágyi Áront, olimpiai bajnok vívót. Szia! Szia! Miért éppen a vívás? Miért nem a foci például? Hogyan kerültél te kapcsolatba a vívással? 9 éves voltam, amikor édesanyám lehozott ebbe a terembe, a Vasas Pasaréti vívócsarnokába. Előtte mindenféle sportágot kipróbáltam. Én tollaslabdáztam, atletizáltam, fociztam és picit. Mindenbe belekóstoltam, de vagy nem volt tehetségem, vagy nem érdekelt annyira a sportág. Mindegyiket ott hagytam, a vívás volt az első, ahol igazán ott ragadtam, köszönhetően egyébként az első nevelőedzőmnek, Gerős Györgynek, Gyuri bácsinak, aki fantasztikus hangulatot teremtett a közösségben, és ezért legtöbben itt ragadtunk. Nemrégiben tértetek haza Moszkvából, ez a negyedik nagyobb versenyetek volt már idén. Egyéniben ugye az 5. helyezést érted el, míg csapatban elhoztátok az aranyérmet. Mennyi ideig tart egy ilyen nagyobb világkupára a felkészülés? Nekünk a világkupa sorozat az január végétől indul, és május végéig tart. Ez 8 állomást foglal magában, 5 állomáson csapatverseny is van. Külön-külön nem tudunk mindegyik világkupára felkészülni tökéletesen, lendületből megyünk neki a legtöbbnek. Így volt ez most a moszkvai világkupával is, hiszen tényleg sorban már a negyedik volt ilyen kéthetes váltásokkal. Ezért is örülünk annak, hogy nekem egyéniben, ha nem is a legjobban, de viszonylag elfogadhatóan sikerült, illetve hát a csapattal pedig újra. Idén már másodszor tudtunk a dobogó legfelső fokára állni, amire nagyon büszkék lehetünk. Májusban Athén, Varsó, Chicago és még sorolhatnám a különböző helyszíneket, amik rátok várnak ilyen nagyobb világversenyeken. Mi az a megfelelő edzésforma, amit ilyenkor követtek? Hogyan épül fel például a te egy heted ilyen tekintetben? A terhelés az nagy mértékben függ attól, hogy a felkészülés melyik időszakában vagyunk éppen, de azért átlagosan lehet mondani, hogy kb. Ilyen heti 9-10-11 edzéssel dolgozunk. Ebben persze benne vannak a vívóedzések, illetve a kiegészítő fizikai edzések is. Fontos ennyi munkát végezni, hiszen már a világban mindenki nagyon sokat dolgozik, tehát a szorgalom már sehonnan, illetve a munkamennyiség már sehonnan nem hiányzik. Nekünk is el kell végeznünk ezt a munkát ahhoz, hogy a tehetségünk mondjuk az majd kijöjjön. Augusztusban ugye hazánkban rendezik meg a vívó világbajnokságot. Mennyire jelent neked az előnyt, hogy a hazai közönség előtt léphetsz pástra, vagy éppen hátrányt jelent ez számodra? Minden évben rendeznek nálunk világkupa versenyt idehaza, a Gerevics Kovács Kárpáti emlékverseny. Tavaly ezüstérmes voltam, idén pedig bronzérmes, úgyhogy azt mondhatom, hogy hazai közönség előtt szeretek versenyezni, és eredményesen is tudok versenyezni. Nagyon várom a hazai rendezési világbajnokságot, remélem, hogy sokan fognak majd kilátogatni a szurkolók közül, és nekünk sokkal könnyebb lesz egy felfokozottabb hangulatba szállítani az érmeket. Ismerkedjünk meg pár olyan fogalommal, ami a víváshoz elengedhetetlen, hogyha pici rajongóit fogják nézni ezt a műsort, akkor tegyünk helyre egy-két fogalmat. Mi például az asszó? Az asszó, vagy csörte, modernebb nevén a meccs, az két vívónak tulajdonképpen a meccse, tehát az, ami ahol eldöntik, hogy melyikőjük kerül ki győztesként. Melyik az az első megmozdulás, ami igazán számít egy ilyen versenyen? Sok minden számít egy ilyen versenyen. Nyilván az első asszó az meghatározó lehet a verseny, akár végkimenetelét is figyelembe véve. Ugyanakkor minden egyes túsra, tehát minden egyes találatra, ami egy asszon belül esik, ugyanúgy kell figyelni, hiszen hiába adom én az első 3 találatot, hogyha utána sorra kapom őket,
és az ellenfél ver meg engem, úgyhogy elég sok mindenre oda kell figyelni. Babonás vagy a pársra lépés előtt? Egyetlen egy rituálé van, ami nem is olyan régen, egy másfél éve alakult ki, hogy az egyik sportlélektanán szóval minden egyes verseny alkalmával, minden asszó előtt és után SMS-t váltunk. Nem is tudom pontosan ez, hogy alakult ki, de ennélkül már nehezen tudom elképzelni a versenyt. Tehát ez megnyugtat téged? Valószínűleg ez is benne van, igen. Nyugtató hatással van rám. Én is leírom, hogy milyen érzések vannak benne, mert elég nagyon rövid SMS-ekre kell gondolni, tehát csak annyira, hogy nyertem, jól megy a vívás, vagy nyertem, nehéz ellenfél jön, és akkor valamit reagál rá, lélektanászom is, és ebből úgy kialakul valami. Életrajzodban többször is olvashatjuk azt, hogy többszörös kadett bajnok vagy. Mit jelent a vívásban az, hogy valaki kadett bajnok? A kadett az egy korcsoport, egy ifjúsági korcsoport. Gyermekújonc serdülő kadett és junior korosztályok vannak itthon Magyarországon. A kadettoknál már rendeznek Európa és világbajnokságot is, tehát ők a 17 éves korosztály, akik már megmérkőznek nemzetközi porondon is. Kadett korosztályban én Európa-bajnoknak mondhatom magam egyéniben csapatban, világbajnok ezüstérmesnek, országos bajnokságon egyéniben kétszer nyertem, csapatban is jó párszor, de általában ez a korosztályokban elmondható rólam, hogy a korosztályos versenyeken jól tudtam szerepelni, és így viszonylag hamar beépülni a felnőtt mezőnyben. A londoni olimpia után több fontos kampánynak is arcai lettetek, mint például a 3x1 és jobban megy, ahol a mozgás fontosságára hívjátok fel a figyelmet. Így, hogy népszerűbbek lettetek és a sportot is tudjátok népszerűsíteni, mennyire tartod előnynek például, vagy követendő példának a te pályádat a pici vívók karrierében? Én úgy gondolom, hogy minden kisgyereknek kell egy példa maga előtt, bármilyen területbe vág bele. Kifejezetten igaz ez a sportolóknál. Én emlékszem még, amikor itt a Vasas vívótermében 9-10 éves fejjel nézhettem a nagy vívókat, mondjuk Nemcsik Zsoltot, Ferjencsik Domonkost, világbajnok vívókat akár egymással mérkőzni, ez nekem nagyon sokat jelentett. Ellestem a mozdulatukat, gesztusokat, és ebből én rengeteget tanultam. És azt szeretném, hogyha én is egy picit ebből vissza tudnék adni a fiataloknak. Tehát ez az egyik része, hogy kifejezetten a vívókra, a fiatal vívókra odafigyelek, kicsit a toborzásban is vállalok szerepet, hiszen fontos az, hogy az utánpótlás bázis is nőjön, illetve hát úgy gondolom, hogy olimpiai bajnoknak mindenféleképpen kötelessége némi karitatív munkákat is végezni, ezért vállaltam el többek között a heti 3x1 óra sportolásra buzdító kampányt is. Mennyire tudod kezelni a népszerűséget? Mennyire nyilvánul ez meg a mindennapjaidban? Nem kopogtatnak az ajtómon folyamatosan. Annak örülök, hogy rengetegen együtt élnek és éltek a sikerrel. Sokszor megállítanak az utcán, vagy bárhol vagyok, egy fotó, egy készfogás, egy autógram erejéig. Ez jól esik mindig, ez nagyon jól esik. Ugyanakkor én szeretném ugyanúgy élni tovább az életemet, ahogy eddig is. Azt szeretném, hogy a mindennapjaimat a sport határozza meg, illetve hát amit emellett csinálok, amit mondjuk a tanulmányaim. És hogyha erre megpróbálok odafigyelni, akkor ez szerintem sikerülni is fog. London olimpiai első helyezett. Mennyi idő után tudatosult benned, hogy valóra vált az álmod? Kit hívtál fel például először? Édesanyámat hívtam fel először, ez szerintem minden fiúgyermek számára teljesen természetes. Ott akkor Londonban, még a következő napokban sem fogtam föl, de hát nem is lehet felfogni. Szerintem, hogy milyen egy olimpiai aranyérem megszerzésének a vonzata mondjuk hosszabb távon. Még mindig csak bőfél év telt el, úgyhogy még biztos rengeteg dolog vár rám. Akkor azt éreztem, hogy nyertem egy nagyon fontos versenyt, és ennek természetesen nagyon örültem. Most már még jobban tudom értékelni ezt a győzelmet, hiszen rengeteg helyen úgy fogadnak, hogy ő az olimpiai bajnok, vagy ő London első aranyérmese, és ez természetesen jól esik. Ugyanakkor, hogyha a pásztra fölállok bármilyen ellenféllel szemben, én ugyanolyan vívó vagyok, akinek minden tudását labda kell vetni ahhoz, hogy legyőzze ellenfelét, úgyhogy megpróbálok ebből a szempontból a földön járni.
sokszínűségedet tükrözi, hogy a sport mellett két egyetemen is tanulmányokat folytatsz, ugye nemzetközi tanulmányok szakon és pszichológiát is hallgatsz például. Te is az ELTE-nek az egyik karára jársz például, és régi ELTE-sként én is tapasztaltam, hogy micsoda összefogás van a hallgatók között. Mennyire kezelnek téged csoportásként? Az ELTE-n pont az elmúlt két fél évet passziváltattam nemzetközi tanulmányok szakon, de szándékommal elfolytatni és befejezni az alapképzést is, és majd meglátjuk, hogy utána mi lesz. A Károlina pszichológia szakot viszont elkezdtem levelező tagozaton, és meg kell mondanom, hogy nagyon pozitív benyomásom van mindenről, hiszen a csoporttársaim, évfolyamtársaim ugyanolyan tanulóként, hallgatóként kezelnek engem, mint bárki mást. Ennek nagyon örülök, mert ott én is tényleg tanulni megyek oda, én egy sima hallgató szeretnék ott lenni, aki megpróbálja a tudást magába szívni. És jó az, hogy ott azért nem kerül nagyon előtérbe az, hogy én emellett mást is csinálok, vagy olimpikon is vagyok, olimpiai bajnok is vagyok. Egy-egy nagyobb verseny előtt fizikálisan is és mentálisan is igen komolyan igénybe vagytok véve. Mennyire tudod például kamatoztatni a pszichológiai tanulmányaidat a mindennapokban? Nem az a célom, hogy a pszichológia szakon tanultakat közvetlenül a saját életemben vagy a saját sportpályafutásomban építsen bele, ez egy picit másról szól. Ugyanakkor valóban még csak szűk egy éve járok oda, de így is rengeteg olyan hasznos információt vettem át, vagy adtak át a tanárok, ami a mindennapokhoz fontos és hatékonyabbá teheti. Én úgy gondolom, hogy mindenki számára, hogyha egy picit belemélyül ebbe a tudományba, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy ez jótékony hatással lehet az életének bármely területére. Majd, ha egy picit még többet tanulok, esetleg egy-két év múlva, akkor biztosan sokkal adekvátabb módon fogom tudni ezeket alkalmazni. Vegyük például az olimpiát, vagy egy világversenyt. Technikailag, felszerelésben miben különbözött például az olimpia egy-egy világkupától? Van-e valamilyen különbség a ruházatotokban, vagy a fegyveretekben? A felszerelés az nagyjából ugyanaz. A különböző világversenyeken, világkupákon is megkövetelik a legjobb minőségű felszereléseket. Így van ez az olimpián is. Egy picit a körítés az, ami az olimpián más. Tehát ott megpróbálnak mindig egy olyan komoly showval előállni a rendezők, ami bevonza a nézőket, majd később bevonza a fiatalokat a sportágba, és úgy gondolom, hogy Londonban ebből csillagos ötöstre vizsgáztak. Egyébként a közvetítést teljes mértékben a magyarok vezették. Majd az augusztusi világbajnokságon is, ha jól tudom, nagyon hasonlóak lesznek a körítések, mint a londoni olimpián, úgyhogy aki kilátogat, annak biztosan tudjuk ígérni, hogy egy jó sóra jön ki, és érni jól fog. Minden sportoló életében vannak hullámvölgyek. Téged mi az, ami motivál, vagy mit szeretnél elérni? A londoni olimpia után fontos volt az, hogy újra motivációt találjak, hiszen egy ilyen nagy siker elérése után, még ha fel is dolgozza azt megfelelően az ember, akkor is picit nehezebb odaállni egy úgynevezett sima világkupa versenyre, ami ugyanúgy fontos, de mégis talán az olimpia tükrében nem annyira. És nekem nagy szerencsém van azzal, hogy most augusztusban itthon rendezik a világbajnokságot, és hazai közönség előtt mutathatom meg a tudásomat. Ez engem mindenféleképpen motivál, és azért dolgozom rengeteget, hogy minél jobb formában, a lehető legjobb formában érkezek majd Budapestre. Ugye mindig azt halljuk, hogy az úszást és a szertornát minél korábban érdemesebb elkezdeni egy pici gyereknél a vívásra. Szerinted melyik a legideálisabb időszak a kezdetre? Mostanában az a trend járja, hogy minél fiatalabban becsábítják a gyerekeket a vívóterembe, ami azért szükségszerű, mert egyébként más sportágak, itt egy iszonyatos harc van a sportágak között, más sportágak elhappolják, elviszik a tehetséges fiatalokat, és ezt nem szeretnénk, hogy a vívásba ne kerüljenek be. Ugyanakkor azt mondják, hogy ilyen 9-10 éves gyerek az, aki elkezdi megérteni azokat a dolgokat, amik a vívásban vannak, hiszen itt van egy olyan logikai felépítettsége a sportágnak, amit csak bizonyos érett szinten lehet elsajátítani. Persze előtte mindenféle játékos alapozó feladatokat el lehet végezni, úgyhogy aki lejön a vívóterembe, akár 6-7 évesen nem fog unatkozni, mert biztosan adnak neki feladatot az edzők, de a komoly szakmai munka az 9-10-11 éves korban kezdődik.
nevelőedződ Gerevics György volt, aki már sajnos nem lehet köztünk. Mi volt az az intelme, ami máig, vagy tanács, ami máig ott él a füledben? Gyuri bácsi nekem egy mentor figura, egy apa figura volt az életemben, és rengeteg olyan tanács van, ami még mindig most is cseng a fülemben, hiszen ő azért a hosszú évek alatt már csak édesapjának köszönhetően, és aki Gerevics család 7-szeres olimpiai bajnok, kardióról beszélünk, már csak onnan is hatalmas tudást hozott át, és ez nem csak a vívásra vonatkoztatva, hanem az élet más területeire is. Amit én kifejezetten a vívásban megpróbálok alkalmazni, azt egyszer. Egy verseny után mondta nekem, amikor látta azt, hogy nem voltam kellőképpen motivált, akkor mondta azt, hogy nem lehet minden versenyen nyerni, ez teljesen természetes van, hogy az ember kikap, viszont mindig meg kell próbálni. Úgyhogy én ennek fejében, ennek tükrében utazom el minden világkupára, vagy hogyha itthon elindulok egy országos bajnokságon, akkor mindig ez jár a fejemben. Kit vagy éppen, mit tartasz a legnagyobb ellenfelednek? Kit tartok a legnagyobb ellenfelemnek? Arra könnyebb válaszolni, hiszen van egy-két olyan versenyző a nemzetközi vonalon, akikkel nehezen mérkőzöm, akiket nehezen küzdök le. Most Nicolas Limbach, német versenyző az, aki az utóbbi két évben jó párszor utamat állta, és én viszont nem tudtam legyőzni őt, úgyhogy nagyon várom már azt a pillanatot, amikor végre én érkezem jó formában, és meg tudom csinálni azokat az akciókat, amit eltervezek ellene, és akkor megverem. Lehet, hogy ez majd pont az augusztusi világbajnokságon lesz, adja Isten. Hogy mi még a legnagyobb ellenfelem, sajnos vannak olyan saját tulajdonságaim is, amik magam ellen dolgoznak. Inkább fiatalkoromban volt ez jellemző, és most már leginkább próbálom leküzdeni őket, de emlékszem, hogy hát rengetegszer volt olyan szituáció, hogy nagy vezetésről egyszerűen azt gondoltam, hogy már megnyertem az asszót, és ezért kikaptam. Ez a fajta túlzott magabiztosságom sok éremtől óvott meg, vagy sok jelimet vett el a pályafutásom során. De ezeket megfelelő segítséggel megpróbálom leküzdeni mindig. 2013. februárjában egy ilyen neves díjnak lehettél az átadója. Mit kell tudunk erről a díjról? Így van, a Balassi kardot adhattam át Molnár Pár, aki ennek az egésznek a tulajdonképpen irányítója. Ő hívott, felkeresett meg, és kérdezett rá, hogy nem szeretnék-e van olyan lehetőség, hogy egy ilyen díjat átadjak. Ugye erről a díjról tudnunk kell, hogy egy magyar alapítású nemzetközi díj, és te Jean-Luc Morénak, francia műfordítónak adhattad át ezt a kardot. Mit jelent számodra a kard és a tőr, hogyha meg kéne fogalmaznod egy mondatban? Nehezen fogalmaznám meg, hogy mit jelent számomra. De hát nekem a kardban megtestesül az a fajta elegáns úri emberek, vagy felek közötti versengés, vagy felek közötti harc, ami teljesen a fair play szellemében zajlik, és ezért szerintem ennyire nemes ez az eszköz. Hogyan képzeled el magad pár év múlva? Edzőként például szeretnél a későbbiekben a pásra lépni? Nincsen 5 vagy 10 éves tervem egyelőre. Az, amit most csinálok, azt szeretem, és minél tovább szeretném űzni. Gondolok itt az aktív pályafutásra, vagy az egyetemen való tanulmányaim folytatására. Majd elválik az szerintem a későbbiekben, hogy egyrészt, hogy mi az, ami érdekel majd azokban a területekben, amit tanulok, hogy milyen lehetőségeim lesznek a sporton belül és kívül. Ezek is nyilván nagy mértékben meg fogják határozni a pályámat, úgyhogy mivel ezeket nem nagyon tudom befolyásolni egyelőre, ezért azt csinálom, amit szeretek. Én minden tervedhez és versenyhez nagyon sok sikert kívánom, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Kedves nézőink, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Amennyiben kérdésük van a műsorral kapcsolatban, írjanak nekünk az info@facebooktv.org/e-mail címre. Viszontlátásra! Nézzétek a Cup Race című műsort, Pálffy Attila Berenikával.